A görögök elleni hazai 0-0 után harmadik helyen áll LB selejtező csoportjában 8 ponttal a magyar labdarúgó válogatott, amely legközelebb Finnországban játszik majd június közepén. Saló István, a Dárdai stáb tagja azt mondta itt tegnap, szép támadó játékot ne várjon senki ettől a csapattól. De mit vár tőle az az Eszterázi Márton, aki 29 éve nyert a témban is elbéselejtezőn, és éveket játszotta az OEX színeiben. Ő a vendégünk. Szia, jó, reggelt, jó Uh, ugye a meccs előtt azt mondta, hogy a görög csapat veszélyes és kiszámíthatatlan ellenfél, és hogyha uh, megnézted ezt a meccset, ezt a vélemény mennyire tartod a, a találkozó után is, szóval mennyire volt veszélyes ez a görög csapat? Hát, ha csak a statisztikát nézzük, akkor azért az első fél évben 60-40 százalék volt például a labdatartás, de most annélkül, volt véletlen, hiszen hogyha mi nekiestünk volna a görögöknek, akkor levalószínű, hogy a gyors játékosok a lekontráznak. És hogyha megnézzük a magyar csapat eredményét Lárdai Pali alatt, akkor, vagy idei alatt, akkor tehát nem kapunk gólt szinte. Most nem veszem az oroszok elleni barátságos meccset, tehát seretező nem kaptunk még gólt. Igen. Na most te, ahogy erre utaltam, majd 30 évvel előtt játszottál ebbé a görögök ellen. Az a kérdés, hogy, hogy ez alatt az idő alatt, ez alatt a három évtized alatt mi változott? Tehát, hogyha az ott fellépő két csapat, tehát magyar és görög mérkőzés, és a két csapat között lévő különbséget nézik akkor és most, akkor mi a differencia? Hát ez azért, hogyha megnézed a statisztikát, mi 28 éve nem vertük meg a görögök. Igen. Tehát bármelyik időszakot nézed, a 70-es, amikor ugye még világklasszisok voltak, a 80-as, amikor mi játszottunk, minket már nagyon szittak. 9-es, tehát sose vertük nagyon a görögöket, leszámítva egy, nem tudom, 70 évvel ezelőtti 11-es mérkőzést. Tehát rengeteg minden változott, ha megnézed a görög futball, nagyon erős. Tehát ott a bajnok élből indul a bajnok ligája Földcsoportjába, a második helyzet már a harmadik kvalifikációban indul, a görög játékosok tömkelege játszik jegyzett nagy európai bajnokságokban, csapatokban. Nem beszélve arról, hogy 2004 óta, amikor megnyerték az EB-t, azóta minden második évben ott vannak az EB-n vagy a vébén. n Na most, most mi meg tudjuk, hogy 86 és 72 ez a két sarkos szám, ahol utoljára mi ott voltunk. Igen, na most az érdekes, hogy ugye azért 30 évvel ezelőtt, emlékszem, hogy az ember egy magyar-görög meccsre gondolt, akkor azért valahogy a görögökre úgy tekintett, mint valószínűleg ma Európában magyarokra. Tehát, hogy... Hát hogy így legyen, hát ilyen, ilyen aranyos, mert néha tudnak ellenetlenséget okozni, de olyan nem, nem egy olyan... Igen, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy én 84. decemberben mentem ki az Ajkatinhoz, tehát innen a Honvédvall, ahol itt már válogatottam, volt, bajnok voltam. Most mi annyit edzettünk itt Magyarországon, azt hittem, hogy én nem lehet többet edzeni. Most kimentem, és kétszer annyit edzettem kint, dinamikában, mindenféle tekintetben, mint itthon, és hihetetlen jó erőbe kerültem. Itthon se voltam rossz erőben. Uh -huh. Tehát azért már akkor kezdődött ez a kicsi különbség, és utána ez a 90-es években fokozódott, hiszen nézzük meg, hogy valahol hol tart a világ, és hol tart a magyar labdarúgás. Ugyanakkor, most ez visszavetítve a magyar válogatottra, <kül> Én azt gondolom, hogy, hogy, ez egy teljesen logikus lépés a stábtól, mert gondolom ezt nem egyedül a Pali találja ki, hanem ott van a Nyíl, ott van a Szabi a Sallói Pista, meg az Andrus is, is. Nem vagyok ki senkit. Hogy nem esünk neki az ellenfélnek, hanem a meglévő keretből próbálunk egy olyan taktikát kialakítani, ami úgy néz ki, hogy működik. Tehát nem álmodozunk, én, nem légvárakat építünk, hát hanem abszolút, azt mondjuk, hogy Miért lenne az logikus, hogy mi megverjük a románokat vagy a görögöket? Tehát nem életszerű. Ugyanakkor, ha megnézed, persze senkinek se szimpatikus, hát a katenácsot se üdvözölte senki annak idén, mégis az olaszok ezzel a taktikával meneteltek. Mi ugyanígy vagyunk most, hogy hogy a meglévőből csinálnak a, a szakemberek egy olyan taktikát, ami úgy látszik, hogy működik, mert idáig is tehát nem kapunk gólokat. És hogyha egy-egy szituációban jobban koncentrálunk, vagy ahogy a Pali is mondta, az utolsó passzok bejönnek, akkor elképzelhető, hogy ezt a meccset is meg tudjuk nyerni egy vagy kettő óra. De én azt gondolom, hogy ez a reális eredmény, ez a 0-0, mindkét csapatnak voltak helyzetei, de azért a nagyobb helyzetei nekünk voltak. Na most az az érdekes, hogy hogy ez, ez azért bizonyít egy olyan tételt, ami, ami már minthogy most Dárdaival mire megy ez a csapat, amit olyan divatos mindig megcáfolni vagy megkérdőjelezni. Nevezetesen az az a, az a szöveg, hogy jöhet ide bármilyen edző, ezekből a futbalistákból nem lehet többet kihozni. Aztán látszik, hogy valameddig, tehát van egy plafon, ahol ki lehet többet hozni, mert Dárdai és ez a Dardai Tár szemmel, szemmel láthatóan, többet kihozott azért ebből a csapatból azzal, hogy reálisan nyúlt a a, 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 kerethez, nem? Mint a korábbiak. Nézd, nem vagyok elfogott a Palival szemben, de amikor én a Pécsen voltam vezető, akkor kis 18 éves fiatal játékos volt, és, és nyilván van egy jó személyes kapcsolatom vele, és édesapjával játszottam, a csapat, de nem vagyok elfogott De ő egy egy magyar ember, aki 18 éve Németországban él, Németországban gyűjti a tapasztalatokat, hihetetlen önbizalman, ő egy nagyon komoly, nagyon erős karakterű ember, e és ő nagyon jó felkészült most már, én, én, szoktam nézni a nyilatkozatait, rengeteget tanult a jó edzőitől, és ő világ életében edző akart lenni, tehát 26 28 éves kor óta képezi magát. Most ez nem véletlen, hogy ő így nyúl a játékosokhoz, nemrég még játékos volt, abszolút partnerként tekinti őket, tehát e -e -ezek, ezekben is lehet nekünk tanulni. Tehát nem erőlteti rá erre a keretre azt, hogy neki most van egy olyan elképzelése, amit ezekkel a játékosokkal nem tudja megcsinálni, hanem felméri a keretet, és kihozza belőlük a maximumot. <coughs> és ez működik. Na most ugyanakkor nyilvánvalóan neki az a legnagyobb problémája, amikor ezt szokták feszegetni nála, hogy miért nincsenek ebben a keretben, meg ebben a csapatban ott a fiatal futbalisták, akkor, Kik? akkor szembenézünk azzal a, az a, Hát igen, a, v, a, a, a határral, tehát hogy, a, a teljesítő teljesítőképesség határa, hogy mennyiből tud válogatni, és hogy mondjuk mi történik akkor, ha majd kiesik, ne így legyen, sérülés miatt még egy juhász, hogy igen. Nem? Jó, de én erre azt mondom neked, hogy uh, ha megnézed... Szóval <coughs> Borotvajillen támogató ez a dolog. Öt éve volt, öt és fél éve volt a 2009-es bronzérben az U20-as válogatott. Igen. Na most ugye akkor azok 19-20 éves játékosok, most 25-26 évesek, mondjál egyet? Eltűntek. Póva Vladimir, aki eltűntek. fél éve nem játszott, és most játszott kettőt a Dias György és most kerettag volt. Most azért 25-26 minden... éves minden, most azért 25-26 éves játékosra mindent el lehet mondani, csak aztán, hogy még van ideje, mert akkor ugye van a ereje teljében. Tehát hol vannak azok a fiatal játékosok, meg kik azok, akik a fiatal, úgynevezett fiatal játékosokat követelik a, a, a válogatotban, mert én nem nagyon látok olyan, tehát nincs hiány érzete most ebben a keretben, hogy mondanék még három másikat. Igen, nem nagyon akik... tudunk mondani egy alternatív válogatot, hogy, hát, így fogalmazom. Nem valószínű, hogy túl sokat ide be lehetne még rakni játékos. Hát ez ugyanakkor viszont azt is jelzi, hogy egyszerűen ezekre a veterán harcosokra van közöttük olyan, aki mondjuk idősebb a stábban ott lévő Szabi Imrénél, szóval ezekre a futbolistákra, hogyha ezt az Európa el szeretnénk érni, meg még ott is, nagyon szükség lesz. Hát abszolút mondjuk a király Gabi az egy speciális, és ez egy vagány húzás volt, mert az ő se véd az utóbbi időben, de azt gondolta a kapitány, hogy azért az ő rutinja eh, esetleg eh, többet nyom alatt, de én azt gondolom, hogyha a Dibusz véd akkor se lett volna probléma, hiszen a védelem nagyon jól teljesített, és amit a kapitány is hangsúlyozott, hogy nem kellett bravúrokat csinálni a Gabinak, ami azt jelenti, hogy jól zárt a védelem, nem adtunk területet az ellenfélnek. Hát nézd itt a veterán, most kiről beszélünk, a Gerazoli, ő egy hihetetlen jó alkatú ö, játékos, most hogyha bejutunk az elvére, akkor, akkor szerintem simán le tudja hozni a meccseket, túl sok öreg nincsen, hát még ott van a Juhász Roland, de hát ő se öregetnek nevezném, hanem inkább rutinosnak. Túl sok fiatalt ide nem fognak tudni beépíteni, mert, mert egyszerűen nincsen. Nincs kit. Ö, túl vagyunk a felé, mire számítasz te a továbbiakban? Én azt mondom, én, 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 ugyanezt mondtam, mint a Pali, hogy, hogy, én a döntetlennek is örülnék, hiszen hogyha nyernek a görög, akkor megközelítenek minket három pontra, tartottuk őket hat pontra, a finnek kikaptak, ők most már négy pontra vannak, valóban sorsdöntő lesz ez a nyári finnországbeli meccs, hiszen ott, hogyha nyerünk, vagy döntetlent érünk el, akkor ugyanúgy megmarad a vagy négy pont lesz a különbség, vagy hét a finnekkel szemben, és akkor a, a alapvető célkütőzés az, az Test közelbe kerül, hogy, hogy, hogy play-offot játszunk. Azt gondolnám, hogy a második hely elérése reális, hiszen három nehéz idegenbeli meccsünk lesz, plusz itthon a Ferő és a Román, de esetleg szerencsés körülmények között össze, De amit a stáb is hangsúlyozott, hogy a harmadik hely elérése az elsődleges cél, és hogyha ezt megfelelő pontszámmal érjük el, akkor lehet, hogy mint legjobb harmadikok továbbjutunk és akkor 72 tól először ott tudunk lenni egy, egy világeseményen. Most a második legjobb harmadikok vagyunk ugye a skótok után. Szerinted az, hogy, ez a pontszám meglegyen, és nekem play-offozni, az ahhoz mondjuk nyerni kellene Finnországba inkább, mint x -elni. Hát nyerni kellene meg a többi csoport. Most azért, hogyha megnézed, a hollandok harmadikok. Tehát ha nem leszünk legjobb harmadikok, akkor is elképzelhető a mostani állás, mint, hogy egy, egy, Svét, Holland, egy vagy... első tízből kapsz egy olyan csapatot, amikor az, lenne az, az lenne a normális, hogy harmadiként egy olyan kaliberű csapatot kapsz, mint mi. De hát látod, most a csoport mérkőzések előtt kigondoltam, hogy egy észak simán második. Azt mondom végül, Marci, hogy szerinted Egyed, Árdai megmutatta azt, hogy milyen az, amikor valaki egy melós, tanulni vágyó ember, megfelelő külföldi tapasztalatokkal, a realitásból kiindulva összerak valamit, a képességnek megfelelő csapatot. Lehet-e őt szerinted hosszabb távon benne tartani ebben a magyar futballban? Lehet, de én szerintem nem fog sikerülni. Tehát ez az én véleményem, nem beszéltem velük. Tehát ő most egy munkát elkezdett a Hertánál, úgy néz ki, hogy bent tartja a csapatot, és biztos vagyok benne, hogy fog kapni egy jó ajánlatot a Hertától, és az Bundesligában edzőnek lenni, nem veszi, Bundesligában kezdeni a felnőtt edzői karriert, azért azt tudjuk, hogy az a világ egyik legerősebb bajnoksága. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon speciális szituáció lesz, hogyha a magyar állagot kijut a franciaországi ebére, hogy ezt majd hogy tudják megoldani jogilag, meg a szövetség és a Hertha vezető azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy, hogy a Pali inkább a Bundesligában edző lesz edző, és Európában, mint, mint Magyarországon. Ez az én véleményem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.